2016. január 26-án lakossági tájékoztatót tartott Pásztor Béla Veresegyházváros polgármestere és Oroszi Sándor Szada nagyközség polgármestere Szadán a Fenyvesligeti település részen a tervezett elkerülő úttal kapcsolatban. Idén is a Magyar Kultúra Napján adták át a Gödöllő kultúrájáért díjakat a Művészetek Háza színház termében. Az elismerésben 2016-ban Tóth Judit és Musza Ahmed, a Gödöllő Tánc Együttes művészeti vezetői, valamint az Erkel Ferenc Általános Iskola énekzenei szakmai közössége részesült. Kerekasztal beszélgetést tartottak január 29-én a Szadai Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtárban, a neves szadai kúria tulajdonos családok leszármazottainak körében. A találkozó apropóját Varga Kálmán történész nemrég megjelent Szadai kúriák és villák című könyve adta.